A megszokottnál jóval nagyobb, ám sokkal békésebb darazsak jelentek meg Pécsett. A leginkább mediterrán területeken élő tőrös darazsakkal sokfelé lehet az országban találkozni. Leginkább az erdőket kedvelik, lakott területre ritkán repülnek be. Írtani tilos, mert védett rovarok. A lódarazsakhoz hasonló, sőt azoknál is nagyobbak a tőrös darazsak, amelyek most Pécs több részén is felbukkantak. A város különböző pontjairól érkezett jelzés a közterületekért felelős céghez, de azon túl, hogy próbálják megnyugtatni a lakókat, sokat nem tehetnek. Mivel ugye védett állatok, ezért a közterületen megjelenő példányokat sem fogja társaságunk írtani, azonban az érintett területek kitáblázásával, elkerítésével felhívjuk a lakosok figyelmét a darazsak jelenlétére. A hivatalos nevén óriás tőrös darazsak az enyhe telek miatt kerülhettek be a lakott részekbe. Kedveli a korhadó fákat, de a komposztálókba is szívesen rakja le a petéit. A szakemberek szerint nem kell tőlük tartani. Ez egy jámborjószág. A neve azért mutatja, hogy tőrös darás, hogy azért ezt szúrni tud. Tehát ha rátenyerelünk, megütjük, vagy ráülünk, rátérdelünk, akkor bizony ez megszúr. És ez a szúrás elég fájdalmas, de korán sem okoz annyi problémát, mint a valódi darazsaknak a szúrása. A legnagyobb darásfajjal most azért lehet gyakran találkozni, mert párzási időszak van. Ezek védett rovarok. Egy-egy példány elpusztításáért akár 50 ezer forint büntetést is kiszabhatnak. A szúrás egyébként fájdalmas, de ha nem bántják, akkor nem támad.